hogyan élhetjük a lehető legcsodálatosabb életet, hogyan találhatjuk fel, ezen lehet és érdemes, és mindenkinek érdemes ezen dolgok. Ez a természetet a feladatunk. És van egy, ami legalább, vagy majdnem ilyen fontos, nehéz eldönteni, ez pedig az, hogy az együttélés, a családi együttélés elsősorban, hogyan lehet a lehető legjobb családi életet élni, hogyan lehet együtt élni, hogyan lehet a legjobb közösséget létrehozni, hogyan lehet a magyarságot a lehető legjobb magyarsággá tenni. De mit tehetünk ezekért? Minden egyszerű ember tehet saját személyes fejlődésért, de nem abban az értelemben, hogy most ő tudós legyen, hanem abban az értelemben, hogy az emberi minőségében, mint élőlény, hogyan tud az igazságért, a szépségért, a jóságért, az igazságosságért cselekedni. A saját élet, hogy tudja rendbe hozni saját magát. Ahogy te mondtad, ez a pörgés mindenkivel ezerrel be van építve, nehéz ettől szabadulni és ezt lerázni. Van teendője minden egyes embernek, és meg kell találni az ellenszert. Hogy hogyan tud kikerülni ebből a helyzetből? Mi az, ami végül is segít? Mi az, aminek a végül is előbbre tud, a saját késő, régebbi állapotához képest előbbre tud lépni? Nagyon sok embernél azt látom, hogy a természetes életmód ugrásszerű változást jelentett az életében, lelkileg, szellemileg és fizikai egészségét tekintve egyaránt. De ami még fontosabb és még elsőleg, addig nem lesz igazi változás az emberiség életében, amíg a családon belül nem alakulnak ki, olyan emberekké kell válnunk, sokszor olyan, hogy mondjam, az emberi mi voltunkban a televízió olyan mintákat épít belénk, az emberi viselkedésünkben, amik elfogadhatatlanak, és amik megnyomorítanak bennünket, lelkileg és szellemileg. Ezeket nem veszik észre, mert professzionális bűnözők dolgozzák ki, hogy úgy mondjam, az emberiség elleni folyamatok hihetetlen tökére és vonzásra és sávításra, és ráadásul hozzájuk járul egy egész olyan hatásrendszer, ami a táplálkozásból, az egész életmód, az egész életvitel, és az hozzájárulnak még azok a kényszerek, amik ezek mind egységes rendszert alkotva erősítik egymás hatását. Tehát ebből valahogy meg kell találni a kiutat, de sok olyan emberre találkoztam, aki mondja, hogy hát sajnos, mire a gyerekei 20-valahány évesek lettek, eltávolodtak. Tehát a férj és a feleség közötti viszony, a szülők és a gyerekek közötti viszony. Hogy lehet itt valamit tenni? Hogy lehet kidolgozni az emberi együttélésnek az alapigazságait, amikre támaszkodhat? A mai világban meg kell védeni a gyerekeinket és magunkat attól a rengeteg sok rossz hatástól, amik rossz irányba visznek bennünket. Óriási mindennapos feladatok állnak előttünk, ahelyett, hogy arról lenne szó, hogy igazából mit tehet az egyszerű ember, hát ugye szinte semmit, mert a nagy tudósok azok ott küzdenek a fronton, az egyszerű ember pedig ott malmozik a háttérben. Nem így van, hanem az egyszerű emberen van a nagy súly, és az egyszerű ember nem látja, le van szerelve, és nem veszi fel a küzdelmet, hanem tehetetlenségi pályán zuhan, és nem nagyon kapálózik ellene. Ez a probléma, ez a nagy gond. Igényt kell formálni egy teljesebb, egészségesebb életre. Merni kell, teljesebb szívvel, lélekkel igényt támasztani az élet nagyszerűségére, hinni abban, hogy az élet a sokkal gyönyörűbb, csodálatosabb és érdemes érte cselekedni. Mert nem annyi az élet, amennyit a mindennapok.